Az első állomása a megemlékezésnek a Kossuth szobornál volt. A Bocskai István katolikus gimnázium és technikum diákjai emlékeztek meg a hősökről, majd koszorúkat helyeztek el az emlékműnél. A következő állomás a Petőfi emléktáblánál volt. A Szerencsi Szakképzési Centrum műszaki és szolgáltatási technikum és szakközépiskola tanulói idézték fel a március 15-i eseményeket. Itt születtél ezen a tájon, itt ringatott az édesanyád, itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát. Itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet a nagy világon, e kívül nincs máshol helyed. A rendezvény végén a résztvevők elhelyezték a koszorúkat az emléktáblánál. Az ünnepség sorozat a Gróf Széchenyi István szobornál folytatódott, ahol a Bolyai János katolikus általános iskola tanulói készültek műsorral, amelyben visszaemlékeztek a 175 évvel ezelőtti történésekre. A keddi nap utolsó állomása ond volt, ahol Nyíri Tibor polgármester osztotta meg jelenlévőkkel ünnepi gondolatait, kiemelte, hogy fontos, hogy a gyermekeink megismerjék a magyar történelmet, a hét vezértől kezdődően Petőfi Sándoron át napjainkig. A mai napon emlékeznünk kell és őriznünk a békét, becsülnünk kell a kultúránkat, és ezeket az értékeket tovább kell adnunk a következő generációnak, hangsúlyozta a polgármester. Az ünnepi műsor részeként fellépett a Bolyai János katolikus általános iskola diákjai, a Szerencsi Férfi Kórus és Galgóczi Ferencné is megosztotta gondolatait az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. A rendezvény zárásaként elhelyezték az emlékezés koszorúit. Az ünnepség sorozat március 15-én délelőtt a Rákóczi Várszínház termében folytatódott, majd a Kossuth téren koszorúzással fejeződött be. Az eseményen beszédet mondott Nyíri Tibor polgármester, aki kiemelte, hogy látnunk kell az elmúlt 175 évet, amely 1848. március 15-én Budán és Pesten kezdődött. A város vezetője szerint az ünnep minden évben ösztönöz is minket, hogy őrizzük meg a békét, az egységet és a szabadságot. Nyíri Tibor úgy gondolja, ha mit kíván a magyar nemzet kérdésre, a választ keressük, akkor elengedhetetlen, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Ez a három érték az életünkből nem múlhat el, legyen szó családról, településről vagy országról, de a béke a legfontosabb, hangsúlyozta a polgármester. Koncsófia országgyűlési képviselő kiemelte, hogy 175 évvel ezelőtt tört ki a forradalom, és ez mindenféle szempontból kerek évforduló, és 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor költő és a himnusz. A képviselő úgy vélte, hogy ezekhez az évfordulókhoz, a térségünknek szoros kapcsolata van. Többek között ezen a vidéken született Kossuth Lajos. Koncsófia gondolatait folytatva kiemelte, hogy a 12 ponton kívül több jelszó is megjelenik, például a legyen béke, szabadság és egyetértés. Egyetértés volt abba, hogy a béke a szabadság kulcsa, és a mai napig egy fontos üzenet, hangsúlyozta a képviselő. Ezt követően a Rákóczi Zsigmond református két tanítási nyelvű általános iskola előadása következett, ahol a diákok egy néptánc előadással is készültek a megjelenteknek. A műsorban fellépő gyermekek egy közös dallal zárták a műsorukat, amelyet a közönség vastapsai jutalmazott. Tanítom tovább.
Szerencsi Férfi kórus hazafias dalokkal tisztelget az elesett hősök előtt. Kossuth Lajos azt írta a levélben, minden derék magyar legény kell most a lelkemedbe, szabadságért harcolni, a csatában meghalni. Áronszínű magyar zászló diadalra juttatni. A kapos is rázamester azt írta a levélbe, hogy 300 új rekruta kell most a lelkemedbe, az is olyan kell pedig ki arra ráírni. A csatába trombitások kísérik. Az esemény végén a Kossuth téren elhelyezték az emlékezés virágait. Többek között koszorút helyezett el Szerencsváros önkormányzata és Kondzs Zsófia országgyűlési képviselő, a Bólyai János Katolikus Általános Iskola és a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum.